A nyár közepére már a legjobb helyek elkeltek, de még mindig keresik a diák munkát. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskola szövetkezeti irodákban elsősorban gyári betanított munkára, árufeltöltésre, telefonos értékesítésre keresnek munkaerőt. A fiataloknak jó hír, hogy idén több marad a zsebükben a minimálbér évelei emelése és az SZJA csökkentése miatt. Óránként minimum bruttó 639 forintért dolgoznak idén a fiatalok. Sok helyen már a vakáció előtt az iskolákban is lehetett jelentkezni diákmunkára. A pihenés mellett, vagy azzal összekötve sokan kipróbálják magukat, megállnák-e helyüket egy munkahelyen. Most először fordult meg a fejembe, hogy valamit csinálni kellene a nyáron diákmunka szempontjából. És jelen pillanatban két dolog között vacillálok. Az egyik az az, hogy vagy építkezésen fogok dolgozni, ami a jövőben akár tapasztalat szerzésként is jó lenne, mivel akár ilyen irányba is szeretnék majd elhelyezkedni a jövőben, ilyen mérnök szakra, vagy pedig a strandon dolgoznék, ez a másik lehetőség. Telefonos értékesítő vagyok, nagyon szeretem csinálni, mert így ugye a jövőben is tapasztalatot szerzek majd a későbbi munkámhoz. Nagyon jól fizet, termékeket árulok, paplanokat, meg takarókat kell értékesítenem, és még a jövőben is nyáron is szeretnék dolgozni. Amennyiben a diák munkát iskolaszövetkezeteken keresztül vállalja egy tanuló, akkor a feltételek között szerepel többek között a nappali tagozatos hallgatói jogviszony, 3 hónapnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás, személyi és diákigazolvány megléte. Milyen munkát szeretnél? A legomba szeretnék jelentkezni diák munkára. A diákok többsége nyaralásra gyűjt, de vannak, akik a szeptemberben kezdődő tanulmányaikra fordítják a nyáron megkeresett pénzüket. A témát folytatjuk itt a stúdióban, Lakatos Dénes a vendégem, jó estét kívánok! Nem maradtak le a diákok az idei diákmunkáról, úgy gondoljuk. Mai napig elég erős a új munkára jelentkezőknek a forgalma az irodában. Természetesen még mindig vannak betöltetlen nyári állások, hiszen nyaranta jellemző, hogy szezonális munkák is vannak, és természetesen a folyamatosan évközben meglévő munkákat is fel kell tölteni. Itt a bejátszásban említettünk néhány területet, hogy hova vagy hová várják szívesen a diákokat, de hát ez ettől sokkal több. Nagyon sok helyre szívesen látják a diákokat nyáron, de akár még az egész tanévben is. Mi a tapasztalat? A nyári munkáknál azért a diákokat a turizmus jelentős mértékben foglalkoztatja, és a turizmus különböző ágaihoz kapcsolódó akár iparágak, beleértve a éttermeket, szórakozó helyeket, a fesztiválokat, de a strandok, állatkertek is ugyanúgy a diákmunkavégzésnek a célpontja ilyenkor a szezonban. Mi a elsősorban a szabály, akár a jogszabály is, és hát a mindennapi gyakorlati szabály arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű feladatokba tudnak bekapcsolódni nyáron azok, akik diák munkát vállalnak, hiszen bizonyos területeken, ha nem is teljes mértékben szakképzettségre, de valamilyen munkaismeretre, előismeretre szükségük lehet. A munkatörvénykönyve azért egyértelműen szabályozza, hogy milyen körülmények között lehet diák munkát vállalni. Ideértve az érvényes nappali tagozatos hallgatói jogviszonyt, és természetesen fontos dolog az, hogy ki hány éves. Persze sokan nagyok már 16 évesen, de munkavállalási szempontból a kiskorúak táborába tartoznak egészen 18 éves életkorukig. Ebben az esetben olyan munkahelyeket tudnak megcélozni, amely munkahelyek alkalmasak arra, hogy kielégítsék a törvényi feltételeket kiskorú munkavégzésére. Arra is gondoltam a kérdés során, hogy betanítják-e azt a munkafolyamatot, azt a feladatot, azt a munkafázist, amivel megbízzák a diák munkást arra a szezonra, amivel ott ugye foglalkozik ezeken a területeken, ezek természetesen különböző feladatok, vagy mennyi idő alatt tanítják be, vagy hogyan történik ez? Tulajdonképpen elmondható, hogy nem csak nyáron, de az év közben bármelyik hónapban fontos dolog az, hogy a diák munkavállalók a munkavédelmi szabályokkal tisztában legyenek, és természetesen az adott feladat elvégzésére vonatkozó összes szabályt ismertetik a munkahelyeken, tehát nem másodrangú munkavállalók ebből a szempontból, hanem igenis ugyanazokat a követelményeket várják el tőlük a foglalkoztatók, mint egy felnőtt munkavégzés esetén. Tehát a munkavédelmi szabályok betartása, és ha gyárban dolgoznak, a termék, ami a kezükből kikerül, hogyha szolgáltatás, akkor a vevői elégedettség, hogyha pedig a
más iparágban vagy területen telemarketingben helyezkednek el, akkor pedig ott az eladhatóság, az értékesítésnek a volumene az, ami számít, tehát igenis nagy hangsúlyt fektetnek a képzésükre a foglalkoztatók. Ezekhez különböző készségek, képességek is hozzá társulnak, hozzá járulnak természetesen ahhoz, hogy a diák munka is minőségi munka lehessen, hiszen azok a cégek, ahol őket alkalmazzák, erre törekszenek vagy törekednek, hogy minőségi legyen az a szolgáltatás vagy ez a terméknek a minősége. Miért hangsúlyozzák folyamatosan azt, hogy az iskola szövetkezeteken keresztül vállaljanak nyáron a diákok diák munkát, milyen visszaélések lehetnek, hogyha nem így tesznek? A visszaélésekre is kitérhetünk. Ugye itt a legrosszabb típusú visszaélés, amikor a munkabért nem kapja meg a diák munkavállaló, de a diák munkavállalásnak az egyik törvényi feltétele, hogy az iskola szövetkezeten keresztül egy speciális bejelentés történik a NAV felé, ami után később természetesen, mint adózó, adószámmal rendelkező állampolgár adóbevallást nyújt. Ez kettős garanciát ad egy diáknak arra, hogy az adóbevallásánál vissza tudja ellenőrizni, de korábban is, hogy az őt foglalkoztató, és ebben az esetben az iskola szövetkezet, az valóban megtette minden bejelentést, a munkabérét megfelelően fizette ki, a visszaéléseket azt gondolom, és a hatóságok ezt azért úgy tapasztaljuk, ellenőrzik is évközben is, és a szezonális időszakokban is. A másik dolog, ami miatt az iskola szövetkezeten keresztül a tagozatos diákoknak érdemes munkát vállalniuk, az az, hogy az ő statisztikai létszámuk, amely szövetkezeten keresztül vállalnak munkát, akkor az nullának számít. Tehát majd, amikor ők kikerülnek a felnőtt életbe, és ott fognak munkát vállalni, akkor igénybe tudják venni a munkáltatók azokat a törvény által biztosított plusz kedvezményeket, támogatásokat, ami rájuk jár, míg hogyha ugyanaz időszakban nem diákként végez munkát, akkor ő már egy foglalkoztatott helynek számít, és akkor már, amikor ő elhelyezkedik szakmával a kezében, az lehet felsőfokú is, akkor már ez nem fog járni. A másik fontos dolog az az, hogy az adó kedvezmény a kevesebb adózás, hiszen csak SZHA adó terheli az ő fizetésüket, így ez jóval kedves jövedelmet biztosít, mint hogyha fixen elhelyezkednének. Egyébként itt Nyíregyházán a környéken, de akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében milyen nagyobb foglalkoztatók keresik a diák munkát, szezonális munkára? Mi a jellemző, hol helyezkednek el leginkább a diákok? Itt a bejátszásban is hallani bejátszásban már elhangzott az egyik nagyobb cég, aki Nyíregyházán szerepel, de azt elmondhatjuk, szinte az összes nagyobb cég, az Electrolux, a Jász Plastik, és sorolhatnánk a megyében Szérioplaszt, Unilever, Koloplaszt, szinte minden nagyobb cég, és nem csak a megyében, máshol is ugyanez jellemző, foglalkoztatnak diákokat. Ezeknek a cégeknek jellemző, hogy kidolgozott rendszerük van a diák foglalkoztatásra és a diákok betanítására. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is.